Most, amikor beszélgetünk, akkor ugye itt vagyunk Budapesten, a Szent Pál Akadémián, ahol Németh Sándor, a hídgyülekezete vezető lelkésze tart egyhetes előadást. Ugye ti azért rendszeresen részt vesztek szinte minden az anyagyülekezet által szervezett rendezvényeken, ezért nyilván erre tudsz válaszolni szerintem erre a kérdésre, meg te tudsz a leghitelesebben, hogy mondjuk a ti földrajzi területetek és a jelenlegi magyar területek, azok így szabadságjogok, fejlettségek és egyebek, meg mondjuk a kereszténység szempontjaihoz szükséges dolgok tekintetében, mennyire van Erdély lemaradva Magyarországtól ilyen téren? Most itt a feltételekre gondolok elsősorban. Hát árnyaltan kell erre válaszolni, mert a rádióban nem lehet itt most őszintének lenni egészen. Igazából nekünk van egy prioritásunk, és ezt így közelítjük meg. Első prioritás, hogy meg tudunk élni, erre van lehetőség normálisan. Második, hogy hirdetetjük az evangéliumot szabadon. Amely demokratikus jogokat, szabadságjukat illeti, erről talán egy más alkalommal beszéljünk inkább. De akkor azt mondod, hogy hívőként tehát életben tudtok maradni. Egyébként, mert ez is jó hír, mert azért nem volt ez mindig így, gondolom. Így van. A kommunizmus az egy életveszélyes tér volt. Én akkor is keresztény voltam, és a városomban két vezetőt is megöltek, akiket személyesen ismertem. Édesapámat is szinte hetente elvitték. A kereszténysége miatt? Igen. Na, akkor beszéljünk egy kicsit így a ti családotokról. Ha jól tudom, akkor te régi pünkösdi családnak vagy a sarja. Azt nem, mondhatjuk így, nem? Nem voltam sose pünkösdi. Nem, az én szüleim karizmatikus baptisták voltak. Tehát az ottani baptista vezető, ő maga is hitt a karizmatikus mozgalomban. Tehát szóltak nyelveken. Jó, szóltak nyelveken, igen. Az ő gyermekei is. És toleráns volt ezzel, és ezt úgy oldotta meg, hogy a hivatalos programokban ez nem jelent meg, de házaknál azonban intenzív, karizmatikus jellegű összevetelek voltak, ami a mai napon is körülbelül ugyanez értékként látunk. Na, én egy ilyen csoportba tértem meg. Egyből hány éves voltál egyébként? 14 sem. Na. És akkor már azzal tanítottak, hogy figyelj, amit majd vasárnap látsz az gyülekezetben, az nem igaz. Az nem bibliai, de ez van. Most ők adnak nekünk védelmet. A Biblia az alap, és ezzel a kettősséggel nőttem fel. Az iskolában tudtam, hogy amit politikailag mondanak, az szó se igaz. Amit a gyülekezetben hallottam, azt is tudtam, hogy fele annak se igaz, de közben egyenesen kellett maradni. Mennyire volt ez veszélyes korszak? Hát az iskolában gondolom azért nem volt divat kereszténynek lenni. Annyiban volt ez veszélyes, a vezetők számára életveszély volt. Többször engem is elvittek. Voltam egy már gyerekkorodban? Nem, hanem közben. Hát fiatal koromban táborok szervezése, vagy összevetelek szervezése közben elkaptak, egy pár szó bevittek, lecsuktak, mindig kiszabadultam. Mi történt ilyenkor? Tehát, hogy ért atrocitás is, tehát megvertek, nem. Vagy csak bevittek és éreztették? Engem hogy... sose vertek meg, de egy barátomat nagyon megverték például, és sajnos, hogy máj ütéseket tehát kapott vese, belehalt, úgy megverte, de kívül nem látszott semmi. A rendőrök egyszer csak ilyenkor megjelennek az istentiszteleten vagy a tábor helyszínén, és azt mondják, hogy akkor ön Fodor Sándor, miért szervezett ilyet, és visszük, és nem, hogy keresztelkedik? Nem, ez úgy működött, hogy egy nagyon erős besugó rendszer éltette azt a rendszert, mint szerintem a mait is. És annak egy része a gyülekezetbe is volt, tehát mindig kiszúrtuk, mi tudtuk, hogy kik a besugók. És finom kis trükkeink voltak, hogy azokat szépen félrevezettük. Direkt dezinformáltatok? Persze, akkor megszerveztük. Tehát mi ezt már tudtuk egymásról, hogy amit telefonon mondunk egymásnak, abból egy szót se kell elhinni. De ezt mi tudtuk, és szándékosan mondtuk, hogy mit tudom én, augusztus 23-án, akkor a Nyugati Kárpátokban itt és itt lesz tábor. Az egyértelmű volt, hogy akkor ez a Keleti Kárpátokban lesz, és előtte lesz valamivel.
De érdekes. Csak annyira volt jó, hogy egymást értesítettük, hogy most már készülni kell, mert lesz valami. De ha nem akkor, és nem ott, az biztos volt. Mert tudtuk, hogy hallgatják a telefonunkat. Tehát ezt sajnos meg egy érdekes gondolkodáshoz vitt, amikor így élsz 10-20-30 évig, nyilván meghatároz. Amikor így éltetek, akkor nem fordult meg soha az a fejedben, hogy hát ez nekem nem kell, ez az egész üldöztetésekkel menekülés, mert ez egyfajta meneküléssel teli élet azért, nem? Az életveszély az volt, ami engem arra késztetett, hogy elhagyjam az országot. Tehát tehát az, hogy bevittek, megijesztettek, elvették a bibliáinkat, elvettek mindenünket, na, ez nem bántott. És akkor mondtak is valamit, hogy tessék abba hagyni ezt? Fenyegettek, fejezzük be, stb., hogy románul elolvasták, hogy milyen törvényeket nek vétünk, stb. Nem, ez nem bántott annyira, inkább azt láttam, hogy azt a sok igazságtalanságot nem tudom kimondani. Ha meg kimondom, akkor rögtön elvisznek. Tehát most csak mondok egy példát, nem lehetett kapni normális élelmet, ha meg, ami volt, az is nagyon kevés volt, és hogy sorba álltunk, előfordult, hogy 50-60-100, vagy akár 200 ember is állt sorban, és órákon át. Persze, hogy felgyűlt a feszültség, és akkor kiszaladt a szám olyan, hogy ebben az országban nem lehet kapni ezt vagy azt. Na de egy ilyenél már kiemeltek, és elvittek. És azt már láttam, hogy ezt nagyon nehéz lesz, hogy én szó nélkül legyeljem. És egyébként volt olyan, amikor nem nyerted le szó nélkül? Persze, hogy volt, de megúsztam.